érzésre kiállított tárgyak között látni az enyémet, alatt a nevemet. Megnyílt a Tóparti Művészeti Szakgimnázium tárlata. A sokra hivatott fiatalok ismét bizonyították tehetségüket a rajzok és a festmények mellett kivételes színvonalas grafikákkal, kerámiával és textilműves alkotással jelentkeztek. A tárlat megnyitóján Cserpakovics András örömének adott hangot, hogy a tópartis tehetségek újra bizonyságot adtak kreativitásukból. Ez egy nagyon szép szakmai együttműködés, aminek végül is a célja és sok esetben már azt mondhatjuk az eredménye is, hogy fiatalokat készít föl, többek között kulturális vagy éppen művészeti pályára, de még ha nem is megy a művészeti pályára, bennük lévő tehetséget megmutathatják, és aztán az élet nagyon sok területén kamatoztathatják. A Tóparti azt hiszem egy jó alma mátere azoknak a fiataloknak, akikben ez a tehetség ott van, és egy jó fórum a tehetség megmutatására évről évre ez a tárlat és ez a kiállítás. A három szakma grafikus, a kerámia műves és a textil műves képzése sajátosságainak megfelelően technikai, anyagismereti, stílusta ismeretekre épül. A kiállítás idén is bizonyítja, hogy a fiatalok művésztanáraik útmutatásával tudnak értelmet, jelentést adni annak, amit látnak, és képesek a technikát, illetve a kifejezésmódot megfelelő módon alkalmazni, emelte ki Vízi László Tamásné, az intézmény igazgatója. Azt hiszem, hogy sikerült azt a hivatásunkat betölteni, amit annak idején, most már több mint két évtizeddel ezelőtt a művészeti oktatás létrehozott. És én is azt hiszem, hogy valóban igaz az, hogy nagyon sok tehetség került ki már itt ebből a képzésből, és mindig megvan a megfelelő utánpótlás, akik, mint látható lesz itt a most nyíló kiállítás során is, pontosan be tudnak lépni a helyükre. Végvári Beatrix, a művészeti tagozat vezetője megerősítette, a folyamat, amely idestova 30 éve szolgálja a művészeti képzést, a tehetségek kibontakozásának biztosítását, a szaktanárok segítségével új, immár a tárlat arculatában is megmutatkozó szempontok és nézőpontok is megjelenhetnek, amely egyben a szakmai fejlődés záloga is. A közismereti tárgyaknak és a művészeti tárgyaknak az egyensúlya abszolút mérlegen van, tehát nincsenek elkallódó gyermekeink, és az esély meg itt van előttük. Pinke Miklóssal annak idején pont ez ilyen misszióként indult a tóparti képzés. Ma már egy nagyon elismert és egy tisztelt intézménye a művészeti képzésnek a tóparti, és ami itt kin van, ez bizonyítja. A tárlaton bebizonyosodott, hogy az ígéretes, kreatív és vizuális érzékenységű alkotások mögött komoly szakmai teljesítmény áll. A tóparti is növendékek jó úton járnak, hogy elsajátítsák azokat a mesterségbeli fortélyokat, amelyek a biztos jövőképet jelenthetik.